Villeneuve szépen tartja magát a 8. helyen, és azért az is érdekes, hogy ez a második futam a Renault-val, és Alonso-t veri. Villeneuve gyönyörűen tartja magát, és szegény Fisichella volt az, aki oda bepréselődött, de most meglógott Fisichella a két Renault-tól. Elképesztő, amit Giancarlo Fisichella ebben az évben produkál. Egy jóval gyengébb technikával képes arra, hogy komolyabb infrastruktúrájú autókat ott hagyjon. Igen, az Auberek úgy feltámadtak az év végére, ugye már itt egy ismétlést láthatunk. Villeneuve mögül bújik ki Giancarlo Fisichella, és előzi meg Jacques Villeneuve-t. Szóval az Auberek valóban egyre jobban teljesítettek így az év vége felé, és hát Kínában is láthattuk például Felipe Massát, aki egy negyedik időt autózott az időmérő edzésen. Valóban ez egy erős javulás,